Na szép jó napot kívánok, kollégák! Itt vagyunk egy Euro Truck Simulator 2-vel, és multiplayerben nyomjuk, vagyis online, tehát több játékos is van a utakon. De ezáltal is, akkor is én azt mondom nektek, hogy gyors fuvarokat fogunk vállalni. Például nyomjuk egy Budapest Grázot, rész Eresz csatornát kell vinnünk. És itt az a lényeg, hogy itt nagyon kell figyelni, srácok, arra, hogy egy világítást fölkapcsoljuk, lefölkapcsolni a fényszórókat, stb. 3 óra 13 van, de már ez is jobb. Itt a jó öreg dappunk. Indítsuk befelé, Eresz csatornát kell vinnünk. Úgy. És így tudunk fényszórót kapcsolni. Oké. Okay. Mindjárt beállítjuk a ülésünknek a dolgait. Én nem nagyon szeretem azt, hogy nagyon közel vagyunk. Egy. Kicsit lefele nézünk. Na! Ugye itt az a nagy probléma, hogy itt belenyújtani másik játékba is voltam. Indulnunk el. Nézzük meg, hogy mi újság van. Kicsit arra kell rakni magamat, már így kényelmetlen. Budapest-Grác közt 5 órás az út. Dobjuk az indexet, közben nézzünk is szét, hogy véletlenül ne jöjjön kollega. Oké. Okay. Mehetünk is. És mint mondtam, be kell tartani ugye mindent. Attól függetlenül, hogy... Tehát hogy az a lényeg, hogy online vagyunk. És ahogy online vagy, azért hamarabb ki fognak rúgni a szerverről, ha... A hülyeséget csinálsz, ha... Nem tartod be a szabályokat. Tehát ez olyan, mint egy online játék. Tehát az is arról is szól. Online játékról beszélünk. Ott is van bent kollega. És ugyanúgy be kell tartanunk a közlekedést is, meg a mindent, világítás, légfőkapcsolást. Mind be kell tartani szépen, és akkor nem lesz probléma. Nem fognak kirúgni a szerverből. Ennyi a lényege. És figyelni kell arra, hogy a szerver, vagy az admin, meg ott lent a lenti részen vannak ilyen opciók, hogy ha valami problémát jelez, akkor első ír, főszólít, és utána vágnak ki, mint macskát szarni, miután nem teljesítettük azokat a kéréseket a szerver felé, ami egy elvárás. Elhagytuk a várost, és állítólag ezen a szerveren 2000 valahány száz játékos van jelenleg. És
És aki veled szembe jön, az mind valós, élő, húsvér játékos. Itt elmegyünk. Szépen, szépen, szépen. Kicsit lejjebb veszem a mikinet, mert ne kelljön már kiabálnom. És 3 óra 41 van. Lassacskán. Lassacskán majd világosodik a 5 óra 6 óra magasságába. És lehet itt tőteli neki szépen. Igazából ennyi a lényeg ennek a Tracker szimulátornak a... hogy hívják, ja? A multiplayerbe ugyanúgy csinálod a küldetéseket, vagy a feladatokat. Hát ugyanúgy benne vagy a mapba, ugyanolyan pénzt kap, stb. Csak hát ez... És jön is szembe a kollega, és egy ilyenkor a fényszorót vesszük lefelé. Levesszük, és dudálunk egyet, intünk neki is a kollégának. Lassítunk, mert 70-es tábla van. És dobjuk is fölfele a fényszorót, hogy lássunk. Ott is volt a trafi. És ez igazából erről szól az egész. És itt van a 70-es tábla megint. Menjünk. Budapest-Grác, Eres csatorna. Nekünk be is kell majd szépen sorolni. Ugyanúgy, mint a normális, amit a közlekedni az élő, hogy hívják ma, való életbe. Tehát, ha nem akarod átbaszni a másik kollégát, akkor... De szerencsétlen abból nem fogja kiszívni belőled azt, hogy ti most merre akarsz menni. Abból, hogy... Elindulsz azt akkor, mint a világtalan. Mert ez nem fog menni. Az úgy nem működik. Legalább most már telik az idő, de ezelőtt a szerveren nem tudom milyen volt a probléma. Akármit csináltál, tehát az 0 óra volt. Tehát az örök sötétség mezején bandok voltál. Szóval nem volt valami fantasztikus út. Nem teljesen volt kata. Elhagyjuk az autópályát, és utána megyünk balra.
Szétnézünk. Jön-e valami úriember. Senki többet harmadtól, sorolhatunk fel. Lesz olyan is, hogy világos is lesz. Közben 84-jel vagyunk. Kicsit lassítsunk, már nem akarom, hogy... Thank you.
Na, menjünk is tovább, csak egy... Na. Gyerünk, 2 óra 2 perc, és világosodik, most már mindjárt megnézhetjük a kamionunkat kívülről is, hogy mégis hogy nézünk ki, nem ebben a sötétségben toljuk. Magyar-osztrák határon vagyunk, srácok, 1 óra 27 és... Ez igen, ez szép volt, fiam! Ez igen, gratulálok saját magamnak! A hülyeségemhez. Nagyon ügyes gyerek voltam, ismételtem. Elmondhatom. De az a jó, hogy most igazából marhára nem találkozom senkivel se. Lehet, hogy drátban majd bent a központban lesz pár kamion. De igazából nem nagyon látok senki. Ahhoz képest azt írja, hogy 2000 valahány százan vannak a pályán. Vagyis a szerveren. Tehát azért a 2000 valahány száz, ott jön a kollega. Egy. Az kérlek szépen. A kék pötty volt a kolléga, aki ott elment, igen. Alattunk. Na, szed... Éppen. Eléggé lécsaptam a hívet. Nem baj. Megy 7 perc, és ott vagyunk rázva. Rád kérdések, és megérkezünk. Jó úrra, egy dafi. Hifi dafi. Megint olyan problémában nem akarok bele kerülni, hogy szétszerem a kamion.
lépéskör majd lefele. Kollégák még jönnek fölfele, túloldal. Szabasz! Mondom én, ide jött Grácsba, itt azért már lesz kamion. Városba. Előtted, utána, amit mindenki lesz kamion, azért kell nézni a térképet is. Eléggé. A térképen is látod, hogy körülötted, hogy mi van, hogy van, ki van, merre. De itt is vagyunk rázva. És itt is ugyanúgy meg kell tartanunk a piros jelzést, ugyanúgy minden. És a kolléga jön almarról. Nem érdekes. Hoppá, felhattunk. Túlságosan rászettem, de ez nem számít, ugye, hogy kis ívben kanyarodó járműnek van elsőbsége. De úgy látom, hogy itt is erőszeretettel vannak munkók. Nem baj? Jó, hát csinálja. Másra is kell figyelni, meg úgy összességbe. Összességében mindenkire kell figyelnünk. És elfogadják, jól van. Zsír, kiváló. 7 óra 25 perc, 165 liter fogyasztottunk. 4684 pénz pezót kaptunk érte. Azt mondja, hogy... Csinálunk még egy gyors fuvart. Lőszer.
Paradicsom, Szlovákia, Szeged, Besztercebánya, Besztercebánya, Kassa, Kolbász, Budapest, Bécs, Tűbálás, Szellőzőtlen, nem, Borsav, nem. Berlin, Hanna, dinamitot vigyünk, vigyünk dinamitot. Vigyünk dinamitot aztán. Hát az nem nagy távolság Berlin és Hannover közt. Két német város közt nyomunk egyet. Ja, most nézem, hogy a kollega tolat ugyanúgy rá a cuccosra. Ez érdekes, hogy fiam. Érdekes lesz komám. Na, gyerünk, mert elég sokan vagyunk ide. Felasztok. Húha, mi van itt? Két üzé van. Kész üzé. Mondjam már. Dömping. Kész dömping volt itt, srácok. És kollega is jön utánunk. Hogy jöjjön. Vagy akar előzni, akkor előzzön meg. Jelzünk neki, hogy előzzön. Na, megelőző vagy nem? Jeleztem komoly jelentőt. Jeleztem neki, hogy előzzem meg a fenébe. Én nem tárgyom. Hagyj menjen akkor. Én annyira nem sietek. Elszágulódott a koma, most mi van? Valami bánata volt. Elérte a cifra fosásnál. Mi van itt, gyerekek? Itt dömping. Kamionok hátán kamion. Kamion hátán kamion. Nem baj. Jól ilyen is. Kolléga is ott van előttünk. Száztízzel megyünk ő, nem tudom mennyivel, mert nem sokkal, nem mindjárt utolér. Nem soká utolérjük a kollégát. Ez
Reméljük nem csinál hülyeséget. Dudáljunk egyet. Dudáltunk egyet. Majd lássa, hogy milyen fasz a gyerekek vagyunk. Jön utánunk. Töri a lábát, kolléga. Ez a didi duda duda day, dide dide duda day. Ez már csak ilyen. Utána gyerekek mit szóltok hozzá, hogy a saját kamionunkat elmegyek egy kicsikét csinosítgatjuk. Néha úgy nézem már ki, mint aki leszarta. Elmegyünk azt csinosítgatjuk egy kicsikét. Száz tízzel keverünk az autópályán. 1 óra 26 perc alatt odaérünk a gyerekóhoz. Szép az idő. Hála jó Istennek. Ismételten egy kollégát odaérünk. Hamarról is jön egy kollega, idálunk. Visszadudál, mert úriember, meg köszön, nem vagyunk bunkók, ugye? Köszönni kell. Nem büntettek meg jóban. A kollega lement parkolóba. Mi az és a vigyétnek? Milyen a kolléga? 47 perces ott vagyunk. Hoppá, hoppá, hoppá. Ott is jön a kollégánk. Ezt nem tudod dudálni. Go. Ha világít a szádba a negró, ha de rád rohad a negló polló. Ilyenek már az emberek hallod, hogy nem tudnak köszönni. Jaj, more. Arról biztos nem jön senki. Értem a vizeletemet. Úgy szerintem a Volvo amúgy. Akár tudjuk most szép. FH. És megérkezünk. Igen. Hamburgba, 13 perces ott vagyunk. Hamburg városába. Hol? Na, Csiribó, Csiribá, jobbra megyünk. Okay. Szerintem nem. Le kell mennünk, a bányába kell hozni. Ja, a dinamitot hoztunk, és a bányába kell levinni. Jó van, oké. Most már értem. Rendben, hová álljak? Jó.
oda vissza lefele. Amúgy meg szép. Szépecske. Oj, de szépen kanyarodik lefelé a csiga. Diffa, daffa, megyünk lefele. Hozzunk egy kis dynamite-ot. Ho, ho, születően hozzá. Szavasz! Didi dudi. Mindjárt nézzük meg kamionkereskedő, hogy Volvo van-e. Iveco. Iveco. Renault. Kárnya. Ja, de was ist, das ist... Iveco. Jó, Isten, de hülye vagyok. Na mindegy. Már kicsit csinosítgatjuk ezt a gépóriást. Elmegyünk. Picikért. Megcsinosítjuk ezt a kindulókat és kamionokat. Itt is van. És... Szegeden. Ugye megnézzük a... térképet. Oda. Na. Kis kamionunka. Szólóba nyomjuk. Százharminckét engine-nk van. És elmegyünk, egy kicsit megcsinosítjuk a gépet. Szavaztok, kóbászok! Ó, ott is a módon. Na, nem szervizbe akartam menni. Már egy picit csinosítgassuk már. De ne legyen már ilyen egyszerű. Na. Na,
Igazából. Nem, hogy marad a izé. Azt mondja, hogy 410 lóerős motor. Oké. Euró 6-os mehet. Ez nem. Váltó is lehet. Nem akarok javítani, most mondom. Belseje. Mi a különbség? Legyen. Kicsit popásabban nézzen már ki. És szondja, hogy... valamilyen kis piros-fehér zöldet kellene bele vinni. Nem. Hát ilyen három réteg gondoltam. Maradjunk inkább a sima fehérnél, az kész. Jó. Mennyi van? 96.915. Nézzük a pótkocsit. Pótkocsi kereskedés. Veszünk egy ilyen pótkocsit magunknak. Ez a legegyszerűbb. Igen. Maradt még 63.215-ig. De még. Amit még rá lehet, hogy pakolgatni, ezt csináljuk. Én a mondó vagyok. Igen.
És várjál, eddig. Eddig amit megcsináltam, azt nézzük már még. Mellé. Csak már. Nem tudom a tükröket. Csíkokkal így raktok itt, oké. Nézzük, mit csináltunk ezzel a törnyetekbe. Jaj, de szép lett. Olyan kis szép csinos lett. Na jó van, srácok, elmegyünk, felakasztjuk a pótunkat. És... És várják. Pótkocsi fejlesztés, pótkocsi. Okay. Itt vannak a kollégák, most már nekem minden tüket képvénye. És elmegyünk, felakasztjuk a pótunkat. Nagyon-nagyon nagy költekezésben nem tudok belemenni, mert most már gyűjtögetni is kéne. Nem, hogy gyűjtöget, a pénzt kéne most már szerezni.
ugye a Reddit Anonymous. This love that you never started, you once destroyed a broken heart that was already shattered. No, még máma átváltozik. Olyan szép lett szerintem. Szép is csinos lett. Lassunk is rá. Itt letörtünk itt az emberek. Nem. Így mi. Na, tolassunk rá még a pótunkra. Na! Srácok, itt a szerelvényünk. Milyen szép, csudi jó, ezzel a képpel elköszönök tőletek, ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot és egy megosztást, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha szeretnétek persze. Sziasztok!